Valás Egyház kereszténység és az örökös kihívások. Erről fogunk beszélgetni vendégünkkel Nádor Kopány Zsombor, római katolikus teológussal, a Szent István Intézet vezető kutatójával. Köszönjük, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a meghívást. Hát immédiás ezt rögtön megkérdezném, hogyha két-három attribútummal, adottsággal kéne jellemezned napjaink kereszténységét, akkor miket mondanál? Mi ez a két-három tulajdonság? napjaink hazai, európai vagy világkereszténységet? Hát induljunk úgy, hogy először mondjuk a hazai szintér, utána mondjuk egy európai, és aztán a világ. Hazai szintéren van egy rendszerváltást követő évtizedes távlatban talán még mindig felszabadulás, megújulás, ami talán az utóbbi időben egy pici elkényelmesedéssel, ugyanakkor strukturális, illetve állami keretrendszer felül érkező támogatással együtt jelenik meg. Európában teljesen kaotikus a helyzet, gondolom, hogy arról fogunk majd részletesebben beszélni. Világszinten pedig egy dinamikusan növekvő és virágzó kereszténység van, természetesen a maga kihívásaival, tehát bőven. Jelentkeznek a, a világegyházban is olyan folyamatok, amiket ö, érdemes kibeszélni vagy megemlíteni. A nyugati világban és így Magyarországon elődeinkhez képest miben más korunk emberének a vallás felfogása? Ez betutató pusztán a jólét színrelépésének, vagy a jóléti társadalom megjelenésének, vagy így szimplán csak egy, egy, egy lustaságról van szó, vagy egy paradigmaváltásról? Ezek közül mindenképpen a paradigmaváltást mondanám, tehát ha nagyon nagy szakaszokban gondolkozunk, akkor az elmúlt bő ezer évben volt egy konstantini egyházmodell, ami tartott, különböző nézőpontok vannak, tehát lehet nézni eszmetörténetileg, gazdaságilag, társadalmilag, tehát tartott valameddig az iparosodásig, francia forradalomig, modernitásig, és utána ennek vége lett a 20. század közepe környékén, és megjelente a posztmodernnek egy olyan teljesen új alapbeállítódása, ami tulajdonképpen leszivárgott most már a mindennapi életig, tehát egy alapállás lett a filozófiai elméleti megfontolásokból, és a modernitással ellentétben mutat új nehézségeket, de mutat új lehetőségeket is. Egy-két rövid példával, a modernitás az alapvetően, elég ha itt a, mondjuk egy Nietzsche-Marx elméletekre gondolunk, a modernitás alapvetően egyház és vallás ellenesnek tűnt legalábbis úgy unblock egészében vagy főbb vonalaiban. Ezzel szemben a posztmodern az nyitott a vallásra, pontosabban nyitott a vallásnak egy spirituális egyéni, Megközelítésére. Ugyanakkor viszont egy nagyon erős intézmény, és dogmellenesség van benne. Ugye a posztmoderna lényegéből fakadóan magát, a nagy elbeszélést, a narratívát azt tagadja, és ebben épp úgy benne van a hégelnek a hégeli a, a rendszernek a tagadása, mint a, a Krisztusi evangéliumé. Tehát meg kell találnunk azt a új, azokat az új eszközöket, amikkel ki tudjuk használni a posztmodernek a vallási viszont tudunk válaszolni azokra az intézményes tekintély ellenes beállítódottságaira, amivel a modernitásban nem kellett megküzdeni. Ezen posztmodern vagy posztposztmodern megközelítés tulajdonképpen mivel támadja a kereszténységet? Mert gyakran beszélünk arról, temetjük is a kereszténységet, hogy itt hanyatlás van, paradigmaváltásról beszéltünk, de tulajdonképpen mi az a fő állítás, az az egy-két mondat, ami így 2000 évvel Krisztus születése után megjelent, hogy na itt a baj, itt a Bibi, ezzel nem értünk egyet. Hát a legnagyobb gond az, hogy nem támadja, most ez bármennyire is színikusan hangzik, hanem nem foglalkozik vele. Hát ugye a korunkban tapasztalható gyakorlati ateizmusnak az a lényege, hogy az átlag nem az átlag, bocsánat, nem jó kifejezés, a legtöbb ember úgy tesz, úgy él, mintha Isten nem volna. Tehát nem foglalkozik már azzal az állítással, hogy van-e Isten, nem mondja azt, nem üvölti a világba nincsei kábult hogy Isten meghalt, egész egyszerűen nem foglalkozik vele, és úgy tesz, mintha nem lenne. Azért mondom, hogy, hogy talán ez a legnagyobb baj, mert így önmagában, nem csak meggyőzni kell az embereket, hanem először magát az érdeklődést kéne a témával kapcsolatban felerősíteni. De ezzel együtt vannak olyan fő kifogásai a posztmodernak, hogy az előbb is említettem, hogy ez a tekinte intézmény és dogma ellenesség, hogy alapvetően sem egyéni, sem közösségi szinten nem viseli el a posztmodern ember azt a zsinormértéket, hogy azt a kánont, amit tulajdonképpen egy kényszerítős katujaként vagy regulaként negatívnak él meg, és a saját rosszul értelmezett szabadságának a korlátok közé szorításaként értelmezi. Ma már talán kijelenthetjük, azt, hogy mindenki hisz valamiben. Nagy kérdés, hogy miben. A valláspótlékok elterjedésére kérdeznék rá, hogy ez tulajdonképpen miből fakadhat. Tehát megjelent ez a paradigmaváltás, hogy kereszténység eddig is ne tovább, de nem is veszünk tudomást róla, ennek ellenére mégis megjelennek a jól ismert valláspótlékok. Tehát tulajdonképpen a modern ember kényelmessége, vagy, vagy, szelektivitása, hogy ezt kérem az egyházból, például az esküvő, a házasság, ezt viszont már nem kérem, mit mi jelenik meg tulajdonképpen? Itt is több érdekes szempont van. Az egyik, ami tulajdonképpen egy evangelizációs vagy apologetikai támpont is lehetne, hogy az ember alapvetően a teremt, mondom én, hogy teremtetsége okán, de a lelki alkata alapján egész egyszerűen úgy működik, hogy hisz valamiben. Tehát nem tud nem hinni, hogyha megint végig tekintünk az európai eszmetörténeten, hogy a Vallás dominálta, hit után következett a különböző izmusoknak a hitei, és amikor ezek is úgy a történelmi alsó fiókokba kerültek, akkor nem nagyon maradt semmi. És itt jöttek az állvallások, vagy valláspótlékok, amiben nagyon sok minden belefér. Belefér ebbe életvite, belefér ebbe, táplálkozás belefér ebbe. Tényleg számtalan olyan dolog, amit azért nem szeretek röviden úgy nevesíteni, ahogy egyébként ezeket felszokták sorolni, mert önmagában nem azzal van a baj, hogyha mondjuk valaki egy bizonyos táplálkozási életvitelt választ, de amikor abból egy valláspótlék lesz, és ideológiaként egy egész életet meghatároz, illetve adott esetben a szűkebb vagy tágabb környezet felé egy kényszerítő agresszív viselkedés társul hozzá, ott már világosan látszik, hogy nem egy egyéni preferenciáról vagy életmód választásról van szó, hanem valami sokkal a többről. És ezek, ezeknek a jelenségeknek az összességét hívta úgy 80 a 80-as, 90-es évek fordulóján New Age-nek a akkor még főleg nyugati teológia hiszen hozzánk ez egy jó néhány éves késéssel a 90-es évek második felében érkezett meg. Nagyon sok eleme van ennek. Ebnek eleme bizonyos távol-keleti rítusoknak, gyakorlatoknak, a felszínes ismerete, és annak egy összeválogatott megélése, eleme a táplálkozásnak, életmódnak, egy bizonyos csomagja, viszont mindegyikre jellemző az, hogy egy esztétizáló életet keres, egy olyan életet keres, amiben tulajdonképpen az életmód, a vallássá váló életmód, az az egyénnek a személyiségét igazolja vissza egy folyamatosan megerősítő, pszichológizáló visszacsatolást kap tőle. Nem feltétlenül Kell, sőt legtöbbször nem kell követelményeknek megfelelnie, hanem egy itt és most megélhető és esztétikai élményt nyújtó, saját magától összeválogatott hitrendszerről van szó. Elmerül bennem a kérdés, hogyha ez ennyire passzív vagy felszínes, tehát hogy szinte már kritériumok sincsenek, az vesz részt benne, aki ezzel tulajdonképpen a, az egyházi lét vagy a teológiai mit tud kezdeni? mit tud kezdeni olyan emberekkel, akik ennyire kivonulnak, ennyire passzívak, mit lehet csinálni? Egyrészt van egy olyan alapállás, hogy természetesen az egyház, most én a katolikus teológiáról tudok beszélni, de a leges legtöbb pontban a történelmi egyházak ezekben egyetértenek, hogy az egyház elismeri azt, hogy egy szekuláris, puránis társadalomban él, és ezt nem is vitatja. Ugyanakkor a relativizmust azt elutasítja, hiszen az isteni és az isten által felmutatott, felismert igazságnak a megvallása az a hitünknek és a, egyébként az ismeret elméletünknek is az egyik alapköve. Amit tehát miután ezt aláhúztuk, utána is van még azért néhány dolog, amit megtehetünk. Tehát megtehetjük azt, hogy élünk a posztmodern spiritualitással, élünk annak a lehetőségeivel, hogy a modernitással ellentétben olyan emberek, olyan tömegek élnek mellettünk, akik valamilyen szinten elismerik az Istennek, vagy az Isteninek a létezését. Ennek egy nagyon érdekes példája, hogy a vallásszociológiai mérések azt mutatják Európában, hogy messze többség az, aki az Isten létét meg a lélek halhatatlanságát vallja. Viszont a második-harmadik helyen ezek után a lélekvándorlásnak a tana áll, és csak azt követi a Szent Háromság vagy Jézus Krisztusnak a feltámadásába vetett hit. Tehát ebből látszik, hogy, hogy egyrészt egy nagy missziós terület az, ahol élünk, másrészt rengeteg tévedés, de ugyanakkor nyitottság is társul hozzá. És még egy dolgot megtehet az egyház, és nagyon sok esetben, sőt, egyre gyakrabban meg is teszi, hogy tanulhatunk, anélkül, hogy feladnánk önmagunkat, és feladnánk azokat a lényegi elemeket a hitünkből, amiket nem lehet feladni. A hitre rakódott kulturális szövet, egyes részeit, igenis felfrissíthetjük. Tehát azt a odafigyelést vagy élményközpontuságot, amit nagyon sokan hiányoltak egy megmerevedő egyházban, hogy nem kapták meg, azt a megújuló élő közösségekben, lelkiségi mozgalmakban, különböző biblia csoportokban, hát számtalan egyéni alkatra Választható ugye, gyülekezeti lehetőséget lehet találni. Hát ezekben ezt meg lehet élni és fel lehet mutatni. Tehát talán ezeket mondanám elsőként, hogy lehet nyújtani. Világszintre kicsit kitérve, valójában nem arról van szó egyébként, hogy globálisan növekszik a keresztények száma, és mi a saját európai helyzetünket tükrözzük világszinten, hamisan. Tehát, hogy a kereszténység olyan értelemben, nincsen kihaló félben, tehát ez nem egy veszélyeztetett bálna, mondhatjuk talán így is, hogy Brazíliában, vagy a szubszarai Afrikában, vagy akár még a távol keleten is jelentős csoportok keresztelkednek meg, vagy folytatják a korábbi hagyományt, csak sokkal nagyobb létszámmal. Ez így van. Világszinten a kereszténység száma dinamikusan növekszik, egyébként az iszlámmal együtt. Jelenleg, ha a leg, pontosabb számokat idézem, akkor nagyobb dinamikával növekszik mind a kereszténység, mind az iszlám, mint a világnak a népessége. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ebben a dinamikus terjedésben a nagyon-nagyon pozitív folyamatok mellett, tehát egy olyan területeknek a meghódítása, kínai keresztények száma, európai számokat néze felfoghatatlan, vagy az afrikai, vagy valóban a nagyon régóta domináns közép- és dél-amerikai kereszténység mellett, hogy nagyon erősek azok az irányzatok, amik a mi európai nézőpontunkból vett hagyományos vagy történelmi egyházakhoz nem kapcsolódnak, és ez a pünkösdi megújulási mozgalmak által végzett misszió, tehát a misszióban volt egy olyan váltás, hogy... A történelmi egyházaknak a missziós dinamikáját átvették ezek az újabb mozgalmak, főleg az Egyesült Államokból kiindulva. Ebben benne van az a veszély vagy kérdőjel hosszú távon, hogy ezek pont olyan irányzatok, amik nagyon is alkalmazkodtak a posztmodern embernek a spirituális igényeihez, és sok esetben nem tudjuk olyan mélységében megtalálni bennük az egyház tanítását, a dogmákat, vagy a hittéteneket tükröző sorokpontokat, mint amit mi azt megszoktunk egy magyar történelmi katolikus vagy református egyház esetében. ez egy nyitott kérdés, hogy hosszú távon ez a missziós irányzat, ez melyik irányba fog továbbfejlődni. Ugyanakkor az valóban egy nagyon nagy öröm, hogy a világszinten a keresztények száma növekszik, de ehhez társul egy olyan hihetetlen nagy probléma, hogy a legültözötte vallássá vált a kereszténység. Tehát ha valaki megnézi az adatokat, évről évre nem csak létszámában van több keresztény veszélyben, hanem egyre újabb és újabb gócpontok alakulnak ki, ahol a kulturális keresztény üldözéstől kezdődően egészen a teljes megsemmisítésig megy a skála. Tehát erre is minden esetben fel kell hívni a figyelmet, hogy a legültözöttebb vallássá vált a kereszténység. És ami még a nyugati civilizációban fontos és érdekes, hogy a nyugati civilizáción belül sem lehet egységes képet mutatni, mert az európai szekularizációs folyamat, ami önmaga is egy tévedés, ha belefér az időbe egy mondatot, erről is mondanék majd, de ez nem hasonlítható össze az Egyesült Államokkal. Tehát amikor leültek az európai vallásszociológusok, és azt mondták nagyjából a 70-es években, hogy a a szekularizáció az egyrészt visszafordíthatatlan, másrészt egy tény, akkor nem számoltak az Egyesült Államokkal, nem számoltak a világ összes többi részével, és utólag kiderült, hogy maga a szekularizációs tézis is egy hibás kiinduló pontból fakadt, ugyanis nem is próbálták meg a saját állításukat bizonyítani, hanem kéztényként vették érdekesség, hogy ennek az egyik lebontója, aki erre felhívta a figyelmet, a túl nagy keresztény szimpátiával nem vádolható Jürgen Habermas volt, aki elkezdett posztszekularizációról beszélni, és azóta nagyon sok szociológus meg valláskutató van, akik felhívják arra a figyelmet, hogy Európában egyrészt hullámok voltak, tulajdonképpen, ha belegondolunk a Benedekki rendalapításba, utána a 10.-11. századi bencés reformokba, a 13. századi koldulórendek reformjaiba, utána a reformáció és az ellenreformáció kérdéskörébe, tehát két-háromszáz évente látunk különböző megújulásokat, illetve a megújulások előtt látunk hanyatló időszakot, és ez nem jelenti azt, hogy bárki is tagadná, hogy Európában az jelenleg az intézményes vallásosság az visszaszorulóban van, de végképp nem jelenti azt sem, amit a szekularizációs tézis állított, hogy a vallás Európából el fog tűnni, vagy meg fog szűnni. Ezen ciklikusságot, vagy mintázatot alapul véve akkor kijelentetjük, hogy eme elvilágiasodó posztmodern időszak, akkor egy átmeneti időszak, és ugyanúgy ez a két 300 évente megjelenő váltás, az valamikor ismét vissza fog térni? Hát ha ezt kijelentenénk, akkor hasonló módszertani hibát követnénk el, mint amit a szekularizációs tézis hirdető jelentettek ki. Én a magam részéről optimista vagyok. É, az biztos, hogy a vallás sok mindent mutat, azt, hogy Európában megszűnne vagy eltűnne, azt nem mutatja, mert virágzó élő közösségek vannak, még ha csökkenő számban is, de az egyházak tanítása szerint élő embereknek sok milliós bázisa van Európa szerte, mellette van egy nagyon-nagyon széles réteg, aki bár nem számít, ebbe a kategóriába, de az úgynevezett helyettesítő vallásossággal, hogy támogatja a, annak a most már sok helyen kisebbségnek tűnő vallásgyakorló embertársainak a, a gyakorlatát, illetve ahogy említettette is, igényli a szolgáltatásokat az élethatárhelyzeteiben, az esküvőnél, temetésnél, keresztelésnél, igényli a, szol, a szolgáltatásokat a szolidaritás kapcsán. a akár a kórházakban, oktatásban különböző egyházi szerepvállalásokat. Ami viszont nagyon fontos még, hogy mindez két vagy háromszáz év múlva, egyrészt ez a mi felelősségünk megküldetésünk is. Tehát az előző megújulások, meg reformozgalmak, azok nem úgy jöttek, hogy a valami hégeli, történelmi dialektika kapcsán akkor felbukkant egy újabb mozgalom, hanem ehhez Szent Benedekek és Szent Ferencek kellettek, akik elindították, az élére álltak és az életüket szentelték neki. Ilyen nagy alakok, legendás alakok vannak ma az egyházban? Én úgy gondolom, hogy a 20.-21. század, inkább a 20 tudunk egyelőre beszélni tele van hitvallókkal, tele van nagyformátumú teológusokkal, egyházi vezetőkkel, tanítókkal, sajnos tele van mártírokkal is. Tehát ha csak a mi magyar történelmünknél és magyar egyházunknál maradunk, és most én hangsúlyosan egy szubjektív listát fogok mondani, amire nem készültem, tehát valószínűleg ki fog belőle felejteni sokakat, és a magyar és katolikus szereplőkre fogok koncentrálni. Azok a 20. századi magyarok, Salkaházitól, Mincentin át, akár egy Slakta Margittól, számtalan olyan hitvalló emberig, de én nem tudom megállni, hogy ne mondjam azt, hogy egy polveric pál, aki a 80-as években. Úgy vállalta a katolikus filozófiának, teológiának a, a hirdetését, amire nyilván nem volt már olyan tirákosi korszakban, de de mégis a teljes életét belehelyezve. És igen, nekem ilyen egy bőtecsaba misszió is, és nagyon sok olyan hitvalló és nagyformátumú egyházi vezetőnk, illetve alsó papságba, vagy laikus hívek közé tartozó szereplőnk volt, akire nem csak büszkék lehetünk, hanem akik irányt is mutatnak. A mártirokra és a keresztény üldözésekre kérdeznék még így visszamenőleg egyet, hogy akkor kijelentetjük azt mondjuk így a 20.-21. századra vonatkoztatva, hogy veszélyesebb és kockázatosabb kereszténynek lenni, mint mondjuk a Krisztus utáni első évszázadokban Diokleciánus császár alatt, vagy teszem azt a nagy vallásháborúk alatt, vagy akár a világháborúk idején? Nem lehet szerintem elválasztani az adott társadalmi helyzettől, meg korszaktól. Tehát ha azt nézzük, hogy természetesen a ókori Rómában lévő keresztény üldözések, melyek ugye egyébként hullámokban jöttek, és melyek nem fették le a legtöbb esetben a birodalomnak a teljességét, teljes kiterjedését, a maguk abszurdításával sokkal brutálisabbak voltak, viszont maga az adott korszak is olyan volt, hogy nem nagyon beszéltek emberi jogokról, meg Genfi egyezményről, meg semmi másról. Tehát az egy más, más kor volt, és talán azt lehet mondani, hogy ma a 21. századi, a lassan egy évszázada velünk élő emberjogi szisztémát figyelembe véve a világ normáihoz képest ma rosszabb a helyzet. Abszolút értelemben nem vagyok benne biztos, és természetesen nagyon-nagyon fontos azt látni, hogy teljesen más egy keresztényüldözés üldözés mondjuk egy Boko Haram által felügyelt területen, teljesen más olyan helyen, ahol az embernek bizonyos alkotmányos vagy demokratikus jogait korlátozzák a hite miatt, és teljesen más, ahol csak egy kult, csak idézőjelben, de az előzőekhez képest csak egy kulturális megbélyegzés az, ami az osztály részül jut. Rátérnénk az egyházra néhány gondolat és kérdés erejéig. A Modernkori sajtólogikát ismerve és figyelve a legnagyobb hírértéket talán mindig a, a negatívumoknak, a botrányoknak, az ilyen-olyan simlis ügyeknek van. Ellenben sajnos sosincsen címlapon mondjuk egy pazar prédikáció, vagy elvétve kisebb helyeken, vagy egy jó elénekelt és meghangszerelt áldozási ének. Ellenben mindig hír az említett szomorú és megrázó történet. ennek a kérdésem, hogy ezekkel az esetekkel mit kezdhet az egyház, hogy a hírolvasó közönség úgymond bizonyos körében csak mint negatív, csak mint avit struktúra, vagy, vagy bűnös struktúra jelenik meg? Tehát hogyan lehet ezt a hírlogikát ellensúlyozni? Itt is több összetevő szerintem az alapszituáció. Tehát egyrészt tagadhatatlanul jelen van az, hogy az emberek várnak valami olyat az egyháztól, aminek lényegéből fakadóan törekszik megfelelni, és törekednie is kell, viszont az evilági bűnös emberekből álló közösségként viszont nem feltétlenül tud megfelelni. Tehát látni kell azt, hogy az egyház jelenleg az evilági keretek között az bűnös embereknek a közössége, akik próbálnak a Krisztusi úton az örökkévalóság felé menni. Nem tudjuk, tehát nem szentek közössége sajnos az egyház, az az üdvösség pillanatában Krisztus második elévetelét követően lesz. Ezzel együtt jogos az embereknek az az igénye, ami egyébként nagyon érdekes párhuzam, és véletlenül szeretném az egyházat politikai aktorként feltüntetni, de hogyha ha megnézed azt, hogy önmagában politikai logikával a konzervatív jobboldaltól is mindig, vagy jobboldallal szemben is nagyobb morális követelményt támasztanak, mint ahogy azt teszik egy egyébként morált kevésbé hangoztató liberális politikával vagy baloldali politikával szemben, teljes jogosan. Ugyanígy van az egyház esetében is, hogy az emberekben él egy talán túlságosan magas elvárás ami viszont joggal él bennük, és egy nagyon fontos szempont az is, hogy történtek és történnek olyan visszaélések, olyan botrányok az egyházban, akár az utóbbi években, évtizedekben feltárt szexuális bűnökkel kapcsolatban, amiket nem szabad elkendőzni és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a katolikus egyház például hangsúlyosan beszél róla. Tehát 16. Benedek pápa is, meg Ferenc pápa is hangsúlyosan beszélt róla, és amell amellett, hogy kimondják, amellett, hogy vizsgálatok vannak, amellett, hogy bocsánat kérés van, nagyon fontos szempont az is, hogy olyan belső struktúrális változások és folyamatok indultak el, akár már a papképzésben a kiválasztástól kezdve a intézmények felügyeletéig, amik segíthetnek abban, hogy a jövőben ezek ne történjenek és ne ismétlődjenek meg. És egy harmadik szempont pedig az, hogy a médiának van valóban egy olyan torzító hatása, hogy sokkal nagyobb százalékban felerősítik ezeket az eseteket, É, ami hangsúlyozom, tehát ha egy lenne belőle is védhetetlen lenne és megbocsáthatatlan, a mi keretrendszerűben nyilván a megbocsájtás az a é, Istennek a dolga, de é, én azt nem tudom nem szándékosnak látni, é, amilyen egyház ellenes éllel a negatív történéseknek é, szignifikánsabb, nagyobb sajtója van, mint a pozitívaknak, vagy adott esetben a egyház hétköznapjait felmutató normalitásnak, vagy a sima üzemmódnak. Beszéltünk a szembenézésről, mint stratégia. A támadások kivédése ellen viszont nekem nagy kedvencem a proaktivitás, vagy, vagy szerintem hasznos lenne. Ezen proaktív egyházi magatartás működ? Hát itt főként arra gondolok, hogy a, az örökös lamentálás, kesergés és elhatárolódás helyett például egy kezdeményező vitákba beleálló olykor azokat a sajtológika szerint tematizáló egyház kívánatos lenne, vagy van -e erre bármilyen törekvés? Törekvés van, é, nyilván ugye é, nehéz egy hatalmas é, szervezetekről van szó, általában ugye lényegéből, működéséből fakadóan egy olyan hierarchikusan működő intézményrendszer, ahol többnyire idősebb egyházi vezetőink vannak, tehát itt egy nagyon fontos szempont lehet az, amit a második vatikáni zsinat óta hangsúlyoz a katolikus egyház, nem csak a zsinat, hanem a zsinatot követő pápák is valamennyien, hogy a világi Krisztus hívőknek az a szerepvállalása az egyház életében, illetve az egyházat illető kérdésekben, ahol mindenki meg tudja mutatni, fel tudja ajánlani a közösség szolgálatában azokat a képességeit, amiket máshol megtanult. Tehát én nem szeretném a labdát visszadobni, meg nem is teszi szerintem senki, de hogy egy proaktív kommunikációt mondjuk a médiával, azt lehet, hogy egy nem egy Idősödő plébánostól kell várni, hanem a gyülekezetében lévő egyetemistáktól vagy fiatal értelmiségi pályakezdőktől, akik egyébként ebben a témában voltak néhány képzésen a munkahelyükön, és megtanulták, hogy ez kommunikációban hogy működik. Tehát mindenképpen hangsúlyosabb szerepet adnék a, a világi hívőknek, amire egyébként az egyházi törekvés meg is van. Érdekes kérdés lehet az identitás kérdése. Azt veszem észre, hogy identitás hiány a vallás ellenfele az kettős erővel képes támadni, hiszen akinek nincs itt megvédenie, annak nincs ova hátránia, így folyamatosan szinte dupla karddal képes csapdosni. Mik az identitás nélküliség legnagyobb veszélyei, és mit tettünk a kettős erővel letámadókkal szemben? Identitás kapcsán én nem is a közös hívő közösségeket féltem elsősorban, hanem magát Európát. Tehát ugye, ha mehetünk egyet távolabb, Európa abból a szempontból kiemelt helyzetben van identitás témában, hogy egy olyan földrészről beszélünk, ami elsősorban nem földrajzilag meghatározott, mint az összes többi, hanem az identitás elemek, értékelemek, civilizációs elemek története által illetve a saját történelmi eseményei által meghatározott földrész, és Európának tagadhatatlanul a Antikvitás, illetve a népi nemzeti törzsi hagyomány réteg mellett a kereszténység a legfontosabb identitás eleme, illetve a kereszténységből fakadó értékelemek. És hogyha ezt elveszíti, ugye nagyon nagy problémát tud mind a belső, mind a külső légüres tér okozni, amit egy egész egyszerűen előbb-utóbb valami betölt. Tehát, hogyha ha más nem tölti be belül, akkor betölti a, a fogyasztói szemlélet, betölti a vók, betölti bármilyen valláspótlék, kívülről meg nagyon egyszerű, és nem kell hozzá nagy geopolitikai vagy történelmi stratégának lenni, hogy ha egy civilizáció meggyengül és az identitását elveszíti, tehát elveszíti a, a kik vagyunk, honnan jövünk kérdésekre a válaszát, és mellette még a reprodukciós képességéről is szándékosan lemond, az ilyen civilizációk által keletkezett űrt azt nagyon gyorsan töltötték be mások egy optimista forgatókönyvet vázolnék, ugyanis a kereszténység mondjuk, hogy az elmúlt 2000 éves pályáján mindig megkapta maga ellenségeit a kezdetben keresztény üldöző Róma, vagy a tereszkedő iszlám a középkorban, vagy éppen a vók, amiről később még fogunk beszélni, viszont mindig, mindig úgymond mi kerültünk így győztesen. Hogy a jövőre nézve, vagy a nagyon a jelenre nézve, ez az újfajta kihívás a postmodernben leledző vók, az például, vagy napjaink vallás mozgalmai, azok, azok mennyire újszerűek? Vagy ez ugyanaz a jól ismert séma, hogy van egy-egy csoportosulás, most államalakulat hiány, ugye nem Rómáról, vagy a, az Iszrámról, a kalifátusról beszélünk, de hogy van egy újfajta, fajta kihívás, ami ismét kopogtat az ajtón. Ugye, hogyha nem felejtjük azt el, hogy Jézus mit ígért, vagy mit nem ígért nekünk, az már egy kiindulási pont lehet. A Szentírásban arra kaptunk ígéretet, hogy az egyházon, meg a kereszténységen, általunk kereszténységnek hívott tanítványi léten a pokol kapui fognak erőt venni. Viszont Jézus azt is megígérte, hogy ez az esetek többségében egy olyan radikális életút lesz, küldöztetéssel, kihívásokkal teli, ami nem biztos, hogy a, a, legkényelmesebb és a általunk legjobban vágyott e világi egzisztenciát jelenti. Talán ez is egy klasszikusan európai és újkori európai emlékünk, vagy narratívánk, hogy picit úgy tekintünk a kereszténységre, vagy a keresztény létre, mint 19.-20. század fordulóján egy fehér szűzhóban az éjféli miséről valami csilingelő német orgona játék közben hazasétáló családképe. Ez lesz az, ami, az adás címe, szerintem meg vagyunk. Ami, ami egy, egy nagyon szép pillanata volt azoknak, akik megélték, de alapvetően nem erre kaptunk ígéretet. Tehát a kereszténység valóban mióta világ a világ, azóta kettős, legalább kettős harcot vív. Egyrészt harcot vívunk mi keresztények mindannyian saját magunkban, a mi saját bűnös létünkkel, a saját kísértéseinkkel, a saját egyéni életutunknak a felvállalásával, a szabadság és a felelősség között, vagy azok mentén való Krisztusi út követésével, és természetesen, nem természetesen, de a Jézusi figyelmeztetésnek megfelelően folyamatosan leselkedik erre egy olyan külső fenyegetettség is, vagy fenyegetés is, ami mellett nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy jelenleg bár ezt más hangsúlyokkal és máshogy mondják protestáns testvéreink, és hogy mondja a katolikus teológia, de minden esetre az egyértelmű, hogy a rossz az jelen van a világban. A saját életünket pedzeget, hogy ez egy örök kérdés, hogy mit tettek én, kis fogaskerék vagyok, de mégis a saját életünkre nézve mi az, amit mi keresztények, mi hívek tehetünk. Akár, hogy jobb legyen, akár, hogy valamit megállítsunk, Mik a lehetőségeink? Talán egy olimpia után két héttel, az egy jó hasonlat, hogyha azt mondjuk, hogy a keresztény lét az egy olyan, olyan csapatjáték, amit a végén egyénileg pontoznak. Tehát alapvetően elsődleges hivatása mindenkinek arra van, hogy ő maga válaszoljon a Krisztusi hívásra, elfogadja az Isteni kegyelmet, és megbánva a bűneit bízva abban a kegyelemben, amit a, az Úr a végén kap, eljusson az örök életre. Természetesen ehhez nagyon sok olyan feladat tartozik, hogy a szeretet koncentrikus köreivel, a házastárstól, a gyermekeken át, a közvetlen közösségtől, a szakmai vagy hivatásbeli életútvállalásán át, a egészen tágítva a, a világig és a világért érzett teremtésvédelmi felelősségig, amit meg kell tennünk, de egy keresztény ember azért nem lesz szerintem például klímaszorongó, mert tudja azt, hogy nem várja tőle a jó Isten azt, hogy ő egy személyben megoldja azokat a problémákat, amikhez egy ember kevés. Egyikünk se kapott nagyobb keresztet annál, mint amit el tud, el tud vinni. Tehát szerintem úgy kell megtalálni az egyéni életünk és a, a közösség érdekében élt életünk közötti egyensúlyt, hogy, hogy az valóban reális legyen és olyan célokat tűzzön ki, amiket meg is tudunk valósítani. Mm. Így zárásképpen a csodálatos gondolatok után még azt kérdezném meg, hogy teológusként neked a... Következő 50-100 év, ez ilyen szalagcímkérdés lesz megint. A következő 50-100 év legfontosabb vallási kérdés, ez micsoda? Akár kereszténységgel, akár ezzel a postmodern vók, nevezzük bárminek, kell szemben? Nem tudok egyet mondani. Nekem három, többet is. Többet mond. is, nagyon jó. Nekem három gondolat van, ami ami nagyon foglalkoztat. Az egyik, az ökumenikus mozgalom hova fut ki. Hogy sikerül-e egy olyan... Tovább lépés ebben, ami, ami megfelel az egyház egységét valló és a Krisztusi rendeltetését célzó identitásának, viszont a történelmi felekezetek, egyházak az önazonosságukat meg tudják tartani. Nekem ez az egyik nagyon nagy kérdés. A másik, hogy meg tudjuk-e oldani világszinten, ki tudjuk-e politikailag, mert ez politikai kérdés is, ki tudjuk-e vívni azt, hogy a jelenleg tapasztalható üldözés az a lehető legnagyobb mértékben megszűnjön. És a harmadik kérdés, meg az nekem személyesen, hogy hogy milyen Európánk lesz, hogy látunk -e egy európai olyan keresztény megújulást, amiben biztos vagyok, hogyha ha lesz, akkor társul hozzá egy nemzeti és kulturális megújulás is. Hát mindezek fényében akkor sok erőt kívánunk mindenkinek, és köszönöm, hogy jöttél. Még egy olyan reményik Sándor idézet jutott eszembe, egy sor, azt hiszem valamelyik versének, az összes verszokának a végén odaírja, hogy ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Úgyhogy én arra hívok mindenkit, hogy ne hagyjuk. És még egyszer köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.